gyere el ide az Isten háta mögé, és megtudod, hogy mi folyik itt, és utána nem fogsz kérdezősködni, hogy mi folyik itt. Először átadjuk, mert ugye nem mindig, nem biztos, hogy voltak itt ilyen ünnepélyes átadások. Ami mögöttem van, először jön Tekely Békésben, túraközpont, 250 millió forint, kerékpáros túraközpont. Itt a idegen vezetők elmondták, hogy 20 kilométeren belül egyetlen egy bicikliút nincsen. Hát jöttünk itt ezen az úton, érdemes egy picit nézzük meg, hogy autóval is nagyon döcögős, biciklivel is pláne döcögős, de itt egy túraközpont létesül, jó? Minden esetre gondolom, hogy megvan, mert miért lopták volna el ugye a pénzt, úgyhogy ezt most átadjuk először, akkor itt átvágjuk a szalagot, majd vigyázzunk a végén, hogy ne essen le. Nagyon ritkán csinálok ilyet, de nagy örömmel pótolom Simonka úr helyett, akinek ugye mostanában más dolga más van. Nem is könnyű, de sikerült. Nem tudjuk sajnos megítélni, hogy Simonka úr börtönbe kerül-e vagy sem, de hát a meg nem valósított beruházásokat mégiscsak valamikor át kell adni, hiszen kell annak is lejár az ideje. Lehet, hogy megvalósult, nem tudom. Elvileg egy túraközpont van, menjünk tovább. Jó. De vágjál te is. Akkor egy vágás én is. Nem könnyű, nem könnyű. Na majd mindjárt feszítünk. Hát ekkora okay. Beruházás nehéz így átadni azért. Igen, jó. Na, akkor a következő. Ez is szép. Azt mondja, 600 millió forintért magas lesen a puszta ott lakai Vadas Park élményközpont fejlesztése. Ez is látszik itt. Átadjuk, mert biztos megvalósult, átadjuk. Azt kell még ezekről tudni, hogy ma március 1-e van, és ezeknek a pályázatoknak március 31-éig kell elkészülnie. Ha mégiscsak valami isteni csoda folytán elkészülne, újra átadjuk. Akkor átadjuk megint. Jó. Oké. Borzasztó nehéz ez az átadás. Azért ez nem egész ember próbáló. Hát mint ahogy a pályázatokat is meg kellett nyerni valamiből. Jó. Kér emlékbe. Na, következő, menjünk tovább. Azt mondja, hogy menjünk tovább. Élő hagyomány, őshonos állatok bemutatása a délbékési térségben, összesen 300 millió forint. Azt mondják itt az idegenvezetők, hogy volt itt 10 tehén. Én most őszintén szólva nem nagyon látok élő hagyományt, meg élő állatot, itt egy kicsit körbejártuk, de biztos megvan, úgyhogy átadjuk ezt is. Átadjuk. Mert azt mondják, az ellenzéki képviselők nem dolgoznak, ha dolgozzunk, akkor mi is. Simonka úrnak más dolga van. Jó. Igen. Oké, adom az emlékbe. Köszönöm. Jó. Menjünk tovább. És még nincs vége. Nincsen. Jó. Na, következő 450 millió forint, hatalmas fejlődés. Jó napot kívánok! Igen, kívánok. Jó napot! Jó napot. Ipari területek puszta ott lakán. Sajnos van, aki nem örül az átadásnak, pedig örülni kell. Hát örülni kell, 450 millió forint. Ipari területek fejlesztése puszta ott lakán. Átadjuk, mert biztos fejlődünk. Én is örül, átadja a beruházást. Kinek? A magyar népnek átadjuk, igen. Magyar népnek átadjuk a beruházást. Ehhez is szívből gratulálunk természetesen. Jó. Megyünk tovább, mert van még. Azt mondja, hogy 140 millió forint inkubátorház,
szolgáltató inkubátor. Én nem tudom, kinek szolgáltatnak, sajnos tényleg nagyon kint vagyunk itt mindentől, de majd biztos kijönnek a nem tudom, fodrászok puszta ott lakából, vagy nem tudom. Tehát szolgáltató inkubátor ház lesz itt, mindjárt átadjuk. Hogy kijönnek innen az lakáról? Nem, hadd szóljak már bele, ha ennyire. Miért ne szólnák bele? Jó. De most miért nem szóltok bele? De miért? Beleszólhat mindjárt, köszönjük mindjárt. Csak átadjuk még a technológiai inkubátor házat is. Ez meg 100 millió forint a technológiai inkubátor, hát ezt is átadjuk. Hajtjuk már ezt a hülyeséget. De nem, hát én most kérdeztem csak ezt. Ne, hova menjek? Hát innen is hallom, miért menjek én oda? De ne betartom. Köszönöm szépen. Annyi még, hogy a gangsta művész úrral nem találkoztunk, de valahol biztos itt van. És hála Istennek itt van az Otlakai Business Park Kft. Is. Köszönjük nekik a segítséget. Én mostanában láttam néhány termelői piacot, azt hittem, hogy már mindent láttam, de tény, hogy a prototípus az itt van. Itt, amit most látunk, az egy 70 millió forintos Európai Uniós projekt. Egy termelői piac és egy helyi vegyesbolt történt ebből. Ami mögöttünk van, az egy... Ebből 10 millió forint az egy hídmérlegnek a felújítása. Itt van, megvalósult, úgyhogy átadjuk a hídmérleget, mert tudtam, ma még nem volt ünnepélyes átadás. Adjuk nem, át, még átadjuk. Tehát a piacot adjuk most át. Igen. Jó lesz az, igen. És hát ezt is Simonka Győrnek köszönhető egyébként, ez is. És ide is azért jöttünk el, hogyha esetleg Simonka úr börtönbe kerülne most a bírósági pere után, akkor ezek az árván maradt beruházások azért nem maradjanak átadás nélkül. Ez nagyon fontos, nagyon fontos. Meg úgy országgyűlésünk. Akkor nézzük meg menjünk a tovább, másikat. Menjünk előre. Itt pedig átadjuk a 70 milliós beruházásnak a másik részét, egy vegyes boltot, sajnos már zárva. Egyébként itt viccelgetünk, de elképesztő, ugye, hogy egészen hátrányos helyzetű szegény településeket így kifosztani. Elvileg milliárdok jöttek ide, sok millió forint jutna egy emberre, és egyszerűen az egészet fogták és ellopták. Még egyszer mondom, egy vegyes bolt előtt állunk, 70 millió forint. A másik komoly dolog, amit szeretnék mondani, hogy ezt folytatják az egész országban. A kormány meghirdetett egy olyan akciót, hogy 60 millió forintokat fog minden faluba boltok építésére vagy felújítására adni. El tudjuk képzelni, hogy ezzel hány embert tud majd megvesztegetni a kormány. Hála Istennek vannak jó példák is, tehát nyilván nem mindenhol lopják így el a pénzt, és természetesen vannak tisztességes emberek is a falvak élén, de az, ami itt ment, ez azt tudom mondani, hogy itt kell lenni, hogy elhiggyék. Van egy ilyen szlogen, a turizmus RT, az is egy lopás, de ott szokták mondani, hogy itt kell lenni, hogy elhidd, hát itt kell lenni, hogy elhiggyék. Átadjuk akkor ezennek. Hát, nehéz pályázat volt, ez is nehéz pályázat, legalább dolgoztunk rajta. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy együtt örültek velünk.